2012 után 2015-ben ismét Szekeres Klára lett a Kézlövő Szövetség választottja az év női védőjátékosának. Azóta persze nagyot fordult vele a világ, hiszen tavaly nyáróta a Ferencváros játékosa vezetik az nb 1 et és másodikok jelenleg a BL középdöntős csoportjukban. A válogatott játékost kérdezzük a terveiről. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Számítottál erre az elismerésre, hogy nem lesz 2015-ben állad jobb védő? Hát alapvetően nem azért indultam neki az évnek, hogy ez legyen legvége. Én mindig tényleg igyekszem magamból kihozni a maximumot, és hát nagyon örülök, hogy így sikerült. Na most mivel érdemelted ki leginkább? Mondom azt, hogy érdít tavasz, vagy népligeti ősz? Azt gondolom, hogy azért mind a kettő bele tartozik ebbe, mert ez az éve tényleg ilyen szempontból kettős volt. Az biztos, hogy a váltás az nagyon jót tett nekem, és a saját teljesítményemen is érzem, hogy Sokatja voltam, és hát uh, nyilván a közöktől és a felkészítéstől is nagyon sok függ. Milyen ez a fradi világ, amivel belecsöppentél? Uh, azt gondolom, hogy egy nagyon élvezetes munka folyik a klubnál, uh, egy fiatal társasággal, uh, nagyon szerettem a lányokat, nagyon jó velük együtt dolgozni, és uh, azt gondolom, hogy a sáptagoktól stábtagok, is uh, tényleg minden pozitívumot megkapok, amire nekem szükségem van. Uh, egy tényleg felhőtlen közeg, azt hiszem, hogy, hogy úgy tényleg semmi okon panaszkodni. Na most az érdekes, hogy a legjobb kapus bíró Blanka, amikor itt volt, akkor csupa panasz volt és elégedetlenség, hogy nem jó a teljesítménye Vácon, nem volt jó a, ugye a válogatottal se, és valaki az év kapusa lett és elégedetlenkedett. Te elégedetemnek tűnsz, de hogyha összegészében nézzük az évedet, és ha válogatottat is beleveszünk, akkor hanyastatsz erre az egészre? Hát ezen még nem gondolkoztam, hogyha a klub szinten nézném az egészet, én biztos, hogy megadnám a maximális 10 pontot. Válogatott szinten ott, ott már valószínűleg alápontoznám a saját magam, mint a válogatott teljesítményét, azzal egyáltalán nem vagyok elégedett, viszont a mindennapjaimat azt tényleg a klubban élem, ahol, ahol maximálisan meg vagyok elégedve. Mit kell tudnia egy védőnek, milyen igazából a valódi védő, aki nevezhetünk tulajdonképpen specialistának? Hát valójában ugye az én feladatom az leszűkül a mérkőzésem belül csak a védekezésre. Innentől kezdve nagyon fontos szerintem az, hogy, hogy fejben nagyon ott legyek, hogy tényleg minél kevesebb hibám legyen. Igyekszem olvasni az ellenfélnek a játékát, egyénileg felkészülni a játékosokból, illetve hát fizikai Hát legi... hasonlóképpen, mint a kapusok, neked Igen. is a, a támadó Igen. szekcióból föl kell készülni, igaz? Valóban így van, és hát minden mellett fontos ez is, hogy én is maximális fizikai állapotban legyek, tényleg erőnétileg is, izomzatilag mindenhogy. Lehet egy ilyen pozícióra tudatosan készülni fiatal kézilabdázóként, vagy egyszer csak jön egy edző, aki rádönti, hogy erre vagy rátermet? Hát én azt gondolom, hogy aki nagyon fiatalon erre készül, az, az nagy hibám esik. Én sem így indultam neki az életnek, hogy én védő szeretnék lenni, és azt gondolom, hogy ez azért valamilyen szinten be is szűkít egy játékost. Aztán az időközben ez majd ki fog alakulni, de én azt hiszem, hogy aki most kezdi, annak nem így kell neki az egésznek. Van olyan az edző itt közül, akinek kiemelkedő volt a fejlődésed de eddig a hatása? Ö, nem emelnék ki senkit sem, mert azt gondolom, hogy akikkel én együtt dolgoztam, mindenkitől valamit tanultam, és ö, tényleg gyerekkorom óta már a nevelőedzőimtől kezdve mindenkitől tudnék valaki, valami példát mondani, amivel engem segítettek, és azt gondolom, hogy mindenkivel egész jól meg is találtam a közös hangot, tehát így ö, mondom, bárkit felsorolhatnék, vagy megemlíthetnék. Az év legjobb külföldi játékosát, helyi mivel lehet leginkább megfékezni? <laughs> Két hát, kézzel a nyakánál? <laughs> Mi a titok? Ö, nem, hát ellene nagyon nehéz védekezni. Ö, mindenképpen ö, igyekszem ö, ott is úgy felkészülni előre, hogy melyik figurából lesz majd olyan befejező ember. Tehát legfőképpen fejben, fejben kell ott lenni nála is. Ö, Hát nem egyszerű feladat, nekem mindig jelent, és én nagyon szeretek elne játszani. Tényleg azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy fejben tudni kell, hogy melyik figurából jöhet majd ő. Hát jó, hát magyarán mondva, a kell gyorsnak lenni, hogy az ember látja az eseményeket elsuhanni. Igen. Ő, tudja, hogy hova kell oda. Igen, azt gondolom, kapni, hogy, csapni, hogy azért vagy... is, mert fizikailag is egy nagyon erős uh -huh. játékosról van szó, és úgy lehet őt megelőzni, hogyha már fel vagyok rá előre készülve. Ö, azt nem szokta te, vagy általában a védők gyakran megkapni, hogy durvák? Ö, de sok példa van ilyenre, azt gondolom, hogy védőjátékosként másképp nem is lehet ezt. Uh -huh. Ö, a poszton van kedvenced? Ö, úgy érted, hogy védőjátékosként? Aha. Ö, kedvencem az nincsen, illetve azt sem mondom, hogy példaképem, de Például én nagyon-nagyon szerettem régen a borinak a játékát a horvátoktól. Ú, nyilván ő támadott is, illetve ez a is védekezett, de, de sokat néztem azt, hogy ő védekezik. Azt gondolom, hogy, hogy ő például fénykorában egy nagyon-nagyon jó védő volt, és illetve még most is. Na most, Klári, az biztos, hogy azért is jó kell, hogy érezd magad a Fradinál, hiszen megy a csapatnak egyelőre, a bajnokságban is, a BL-ben is. Jól indult a tavaszi szezon, is, hogyha most az nb re gondolunk, nem illúzió, hogy szemben megvédeni a bajnoki címet? Mit gondolsz? Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, így hogy jól megy a csapatnak, és tényleg az, ez egy ilyen csapat összekovácsoló erő, és amikor sikereket érünk el, és ilyenkor talán egy picit könnyebb megragadni az alkalmakat. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez egy tényleg egy nemes cél, hogy, hogy megvédjük elnök, mert én azt gondolom, hogy tényleg egy, egy iszonyatosan jó csapatról van szó. Most például, ha abba gondolunk bele, hogy itthon bajnoki cím, illetve kupa akkor hogy lehet gondolkodni, vagy-vagy valamelyiket azért meg kellene szerezni? Megmondom őszintén, hogy így kötelezően én egyiket sem érnem uh -huh. elő. Mindenképpen tényleg szeretnénk valamit megnyerni, de én azt gondolom, hogy mérkőzésről mérkőzésre kell haladni, és akkor majd a végén meglátjuk, hogy meddig érünk el. Ki, tavasz, ami kívülről láttad, ellenfélkélt meg az előző években ezt a Ferencvárost, úgy, hogy már játékosa vagy, beépültél a csapatba. Belülről mi az, ami talán leginkább meglepett téged, ami másként tűnt kívülről, ellenfélként? Megmondom őszinél, hogy egyáltalán semmi ilyen nem volt, ami nagyon meglepett volna. Öhm... Igazság szerint én készültem arra, hogy maga az edzések nagyon pörgősek lesznek, talán ez az, ami jóval másabb, hogy rövidebbeket edzünk, és sokkal több benne a mozgás. Azt gondolom, hogy ez volt a legnehezebb feladat, amit nekem meg kellett szokni. Tehát, hogy más az az edzési stílus. Igen, másabb az edzési stílus. Na most nem álltok rosszul, sőt jól látok a bl is, bár ha azt veszik, a Rostov elleni vereséget el lehetett volna kerülni, de miért nem sikerült elkerülni? Hát nagyon sajnálom, hogy azt nem sikerült elkerülni. Hát benne el volt, hogy... Igen, ahogy te is mondtad. Azt gondolom, hogy talán ott egy pici mentális problémánk volt, amiben nem tudtuk a maximumot kihozni magunkból. Én nagyon bízom benne, hogy a jövőben nem lesz erre példa, és hát szükségünk van is arra, hogy hogy mindig a maximumot hozzuk ki, mert ha tovább szeretnénk menni, akkor, akkor ez kell majd. Hát igen, a Lárvik elleni teljesítmény az már enyhén szóval jobb volt, majd most legközelebb februárban a nagybánya ellen léptek pályára. Mi úgy indultatok most neki ennek az évnek, hogyha az ember a vezetőkkel is beszélt, hogy nem tett rátok olyan terhet, most feltétlenül ott kell lenni a döntőben, a Final forban Szerinted, nézve az ágokat, nézve a két csoportot, hol van a Fradi helye ebben a mezőnyben? Hát megmondom őszintén, hogy azért sem tudnék rá pontos választ mondani, mert én ugye eddig nem játszottam BL csapatok ellen. Válogatott szinten igen, de az teljesen más, tehát megtapasztalva egy közletes helyzetből azért így nehéz belőni a dolgokat, de mindenképpen azt gondolom, hogy ha, a maximumot ki tudjuk magunkból hozni, akkor beérhetünk oda a Final four -ba. Tehát nem, nem illúzió a Final Four-ra azt mondd hogy közben, ha már egy utalást tettünk, és ott másként is pontoztad magad, kihevertétek-e már a VB csalódást? Én azt gondolom, hogy, hogy igen, tehát hogy ezzel nem is nagyon tudunk mit tovább foglalkozni, mert a versenynaptár ezt nem is engedné meg, nyilván nem jó erre visszagondolni, sajnálom, hogy most per pillanat nem is tudunk ezen javítani, nem egyszerű dolog amúgy, illetve nagyon sokszor visszatérő téma, de azt gondolom, hogy másképp egy profi sportoló nem tudna eredményes lenni, ha ezen túl sokáig rágódna. A sor mint a szerint, mit gondolsz, megint külföldi kapitány következik a válogatottnál? Hát fogalmam sincs, nem az én döntésem ez, illetve megmondom, hogy most elég nagy a csend is, illetve nem olyan követtem, hogy mi történik a szövetségben, meglátjuk, hogy mit hoz a sor. A fiúkat nézed? Néztem igen, eddig. Igen? Igen. Van még remény az utolsó két semmit gondolsz? Remény az mindig van, úgyhogy hát remélem, hogy nekik sikerül. Hát igen, csak a reményben reménykedhetünk az esetükben. Igen. Hát akkor neked jó munkát a Fradinál, meg erős tavaszt, Klára, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen.